Sziasztok! Ma egy videóval jelentkezem, amit egyébként már nagyon-nagyon régóta terveztem és halogattam. A végső határidő az volt, hogy legyen kész a nappali, és akkor majd jöhetnek a videók, így ma jövök, hiszen a nappali kész van. Egyébként a vlogon képek formájában szeretném majd bemutatni, hogy milyen lett. Nekem nagyon tetszik, van külön kis irodai része, ami egyben a sminkes részem is, hiszen egyetlen asztalom van csak. Illetve van egy külön kanapés része, ahol pedig azt a vendégekkel lehet ücsörödni, hogyha vendéglátás van. A májusi kedvencekbe csak sminktermékek kerültek be, illetve egy kivételt fogok tenni, ugyanis ti kértétek a tesztjét, és jelenleg a hajam emiatt olyan, amilyen. Ez a Tony & Guy Casual Sea Salt Texturizing Spray nevű terméke. Nagyon hosszú a neve, belegabajodik a nyelvünk, viszont nagyon jó kis termék. A lényeg az, hogy ilyen beach hair hatást érhessünk el, vagyis a hajunk úgy nézzen ki, mintha magától a tengervíz után így száradt volna meg. És ez nagyon hasznos termék számomra, ugyanis én régen is szerettem úgy hordani a hajamat, hogy a saját hullámokat csalogattam elő belőle. Ugyanakkor mióta hosszabb, lehúzta a súlya, és hiába próbálkoztam, egyszerűen nem sikerült, ezzel viszont úgy tűnik, hogy végre lehetséges. Ez a hajtöveket is emeli, illetve volument ad a hajnal, és kézzel kell borzolgatni ahhoz, hogy ezt a hatást elérjétek. Egyébként a neten találtam egy videót, és a linkjét meg fogom veletek osztani, hogy ti is meg tudjátok nézni. Én biztosan újra fogom vásárolni, nagyon tetszik ez a termék. Emellett viszont szeretnék csak a sminkes termékekre korlátozódni, hiszen így is van bőven miről beszélnem. Az első termék egy olyan termék, amelyet nem az eredeti rendeltetési céljának megfelelően használok, ahogy sokan mások sem. Ez az Essence I Love Stage szemhéj alapozója, amit korrektornak használok a szemem alá, ugyanis rettenetesen sötétkék, mély karikák szoktak a szemem alatt kialakulni, és mindegy, hogy mennyit alszom, mennyire pihentető éppen az életem, ami egyébként ritkán fordul elő, akkor is ott vannak a karikák, tehát valószínűleg genetikai adottságról van szó. Ezzel viszont tökéletesen el tudom tüntetni a karikákat. Eredetileg az AA szint kezdtem el használni még télen, illetve tavasszal, és akkor tökéletes volt a nagyon fehér bőrömhöz. Aztán egyszer véletlenül az AB-t vettem meg, akkor ébredtem rá, hogy ebből több szín is létezik, és akkor az nagyon sötét volt a bőrömhöz, és narancsárgás hatása van, erre egyébként figyelni kell. Viszont lebarnultam egy nap alatt a Balatonon úgy, hogy már jó volt az AB. Azóta ez elfogyott, és nem találtam belőle, ezért jelenleg az AA és az AC szint használom keverve a szemem alatt. Úgy szoktam, hogy egy korrektor húzásnyit teszek a szemem alá, majd a gyűrűs folyammal szépen beletapogatva dolgozom el, és ezután szoktam egy sima arcpuderrel fixálni, ecset segítségével. Arcra való termékről, ha szó van, ezt a púdert szoktam használni. Ez a Sleeknek a Luminous Press Powder nevű terméke, amiben az a jó, hogy nem olyan matra mattítja le a bőrömet, mint a többi direkt mattító púder, hanem mivel kicsit highlighter hatása is van, ezért életteli marad a bőröm, olyan, mintha tényleg a saját bőröm lenne, és nem alapozó, illetve krém, és rajta még a púder. És egyébként 15-ös fényvédőt is tartalmaz, amit nagyon-nagyon előnybe részesítek, hiszen fontos az arcnak a fényvédelem a ráncosodás megelőzése érdekében. Ezt a terméket a Real Techniques egyik ecsetével szoktam fölvinni az arcomra. Ez a Buffing Brush, amit ugyan télen az alapozóhoz szoktam használni, viszont mivel nyáron nem használok alapozót, ezért a púderekhez szoktam használni, hiszen nedves és száraz termékekhez egyaránt megfelelő. És mivel nem annyira laposra van vágva a teteje, hanem egy icipicit le van kerekítve, ezért tökéletes arra, hogy a púder szépen benyomogassam a bőrömbe, és ezzel mattítsam a szükséges helyeken. Egy másik arcra való termék, ami nagyon-nagyon hasznos és nagyon régóta használom, a Sleeknek a Contour Kitje. Amikor ezt megvásároltam, még nem létezett a Face Form Kit, amelyben már pirosító is van. Azért szeretem nagyon, mert ez a barna tényleg hideg barna, tehát véletlenül sem lesz majd narancsárgás hatása a bőrömön. Az arccsont alá szoktam használni, a halántékra, a homlokra, illetve ide az arcvonal alá, hogy a tokám kevésbé legyen hangsúlyos. Egyébként pedig vékony lányoknak is segíthet abban, hogy még szebb, még kontúrosabb legyen az arcuk. A highlighter pudert csak meleg időben szoktam hanyagolni, amikor mondjuk izzadok, és akkor ez még inkább úgy tűnne, mintha még jobban izzadnék, viszont mostanában sajnos megfelelő az időjárás ahhoz, hogy az arccsont tetejére mindig tegyek belőle. A harmadik arcra való termék egy pirosító,
amelyet azért vettem meg, mert a Müllerben akciósan láttam meg. Ez a Rimmelnek a 001-es Santa Rose nevű pirosítója, és gondolom ő lehet a legvilágosabb, azért ő a 001-es, és épp ezért szeretem sietős reggeleken, hiszen hiába esetleg túl sok púder kerül az ecsetre, akkor sem lesz bohóc arcom, hiszen annyira természetes az árnyalat, hogy tökéletes ilyen esetekre. Egyébként nagyon-nagyon oda vagyok a pirosítókért, szerintem kicsit túl sok termékem is van, de ez egy nagyon nagy kedvenc köztük. Ennek a felvitelére egyébként a Real Techniques Blush Brush-sal szoktam használni. Nagyon-nagyon szeretem. Kézzel vágott termék, tehát tökéletes formát kapunk, ez pontos a gyártás során. Egyébként egy szintetikus ecsetről van szó, csak úgy, mint az előző ecsetében, és mivel csak a hegyére kerül a termék, ezért a körülötte lévő többi szál, amin nincsen termék, segíti azt, hogy szépen beledolgozzuk a bőrbe a terméket, és ne egy csíkban legyen fenn a pirosító, hanem nagyon szépen eldolgozott szélekkel. Aztán egy nagyon nagy kedvenc, amely már szerepelt egyébként a blogon is, az Urban Decay Mariposa nevű palettája. A Mariposa spanyolul azt jelenti pillangó, tehát ezért látható a csomagoláson ez a szép kis állatka. És belül eléggé jól használható színeket találunk. Összesen annyit tudok ellene felhozni, hogy kicsit talán lehetett volna benne mondjuk egy-két matt is. Na. Szóval ezek mind fényes színek, de ennek ellenére, mivel a skimp az inkább szaténos, mint gyöngyházfényű vagy metálos, jól kihasználható palettáról van szó. És ma is egyébként ezzel készítettem a sminket, majd lesz a blogon róla a bejegyzés. Az Infamous van a szemhéjam egészén, a Rockstarral mélyítettem a V-ben, illetve ez került a szempillatövekhez, a skimpen satíroztam el a sminknek a szélét, valamint a szemöldök alá is a skim került, illetve a szemöldökömre magára a Wreckage nevű festék került, ugyanis a szőkehajú lányoknak előnyös, hogyha fényes, aranybeütésű festéket használnak a szemöldökökre, úgyhogy én általában ezeket szoktam használni. Főleg, ha nincsen nálam más, hiszen ez a táskalakó palettám, tehát emellé már csak pirosítót kell tennem, és minden szín nálam valamire szükségem van. Az utolsó két termék egy szempillagöndörítő, ez az Elf szempillagöndörítője, amely a Makeup Plaza-ban kapható, és 450 forintba kerül. Tökéletes az íve az én szememhez, nekem eléggé kidudorodó szemem van, és 450 forintért rendkívül jól jártam vele szerintem. A pótgumiban lehetne gondok, nem tudom, hogy lehet-e külön venni hozzá pótgumit, de hogyha netán elhasználódik és veszek egy újat, a 450 forint miatt nem fog ez engem megviselni. És az utolsó terméke, amiről szeretnék beszélni, a szempillaspirál. A jelenlegi kedvencem az Avon Super Drama spirálja. Ebből két színem is megvan, az egyik a fekete, a másik a feketés-barna, barnás-fekete. Hogyha kevésbé hangsúlyoz a szemsminkem, és inkább a szájra koncentrál, vagy egyszerűen csak nincs annyira a kedve a drámai pillákhoz, akkor szoktam a barnásat használni, és a feketét szinte minden más esetben. Szinte csak azt. És ennek nagyon fura a keféje, de én nagyon szeretem, ugyanis ilyen propeller-szerűek a kis szálak rajta, és emiatt én hallottam már panaszt erre a spirálra, hogy ez nem jó. Most én nem tudom, hogy ha így simán használja valaki, akkor hogy válik be. Az én módszeremmel tökéletes, ugyanis én úgy szoktam, hogy a tövektől indulva kifelé, a szálak vége felé ide-oda mozgatom a kefét, ezáltal sok festék kerül a szempillára, és még göndörítő nélkül is göndörít is ez a spirál, holott ilyet nem is állít magáról, hogy képes rá. Úgyhogy nagyon szeretem, és bár ennek már lassan lejár a használhatósági ideje, van belőle pótpéldányom, és biztos, hogy ő lesz a következő spirálom is. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, és hogyha máskor is szeretnétek videókat látni, akkor ezt jelezzétek nekem megjegyzésben, illetve azt is, hogy milyen témakörökben lennétek kíváncsiak a videókra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!